Nagy sikerként könyveljük azt, hogy az új nemzedék központ immáron Kárpátaljával is rendelkezni fog irodákkal. Ezek az irodák egyfajta közösségi térként fognak funkcionálni. Az ideérkező és ide látogató fiataloknak szórakozási lehetőséget tud biztosítani és különböző programokat. Abban bízunk, hogy ez egy sikeres kezdeményezés, amit utána több ilyen közösségi térnek a megnyitása követhet Kárpátalja szerte, hiszen nagyon fontos dolog az, hogy ilyen közösségi terek működjenek minden magyar lakta településen. Miben fognak segíteni ezek az új nemzedék központok itt a fiataloknak? Itt szó lesz a nagy hangsúlyt fektetnek majd az önkéntességnek a fontosságára, de ugyanakkor különböző ifjúsági rendezvényekre is sor kerülhet. De pusztán csak, ha betér ide egy fiatal, akkor le tud ülni, tévézni, PlayStation-on játszani, megtalálhatja a kortársait, és így tudnak picit egymásban erősödni. A virtuális tér, helyesebben a közösségi terek térhódításával azt látjuk, hogy a fiatalok kapcsolatai azok részben átrendeződtek a közösségi média felületekre és az online felületekre. Nélkülözhetetlennek tartjuk, hogy valós élményekben is legyen részük a fiataloknak, és valós közösségek is alakulhassanak. A családon és az iskolán túli közösségeknek is rendkívül fontos szerepük van, hiszen a fiataloknak van egy olyan időszak az életükben, vagy van egy olyan időintervallum, amit úgy hívunk, hogy szabad idő. Ez nem csak a fiataloknál érvényes, hanem vagy nem csak a fiatalokra érvényes, hanem ugyanúgy az idősebb generációkra is. De nagyon fontos, hogy hasznosan és tartalmasan, tartalommal feltöltve tudják eltölteni a szabadidejüket. Amikor a fiatalokkal beszélgetünk arról, hogy milyen kihívásokkal szembesülnek, hogy látják a jelenjüket, jövőjüket, akkor számtalan probléma, számtalan kérdés megfogalmazódik a részükről, és minél több olyan felületet, olyan lehetőséget szeretnének nekik biztosítani, ahol ezeket fel tudják tenni, ezeket a kérdéseket, a megfelelő válaszokat megkapják, vagy adott esetben közösen egy közösségben, közösséget kovácsolva tudják megtalálni azokat a válaszokat, amely fontos nekik ahhoz, hogy a szülőföldjükön boldoguljanak. Amikor megkérdeztük az ifjúsági közösségeket itt Kárpátalján, hogy mire lenne szükségük, hogy tudnánk támogatni az ő itt létüket, hogy tudnánk támogatni a fiatalokat, akkor ők megfogalmazták nekünk egy pontos felsorolásból, hogy egy közösségi térre van szükség, és a közösségi tér a már meglévő közösségi tereknek is a további fejlesztésével, eszközökkel való ellátottsággal, ennek a bővítésével, és éppen ezért döntöttünk úgy, hogy itt Kárpátalján, itt egészen pontosan Beregszász vagy Beregszászban nyissuk meg a legelső határon túli közösségi terünket, és azt látjuk, hogy számtalan fiatal gyűlt ma itt össze, és nem csak az ifjúsági közösségek, ifjúsági szervezetek közötti együttműködés tud majd gyümölcsözőbbé válni, hanem ugyanúgy a fiatalok számára olyan tartalmas programokkal tudjuk a mindennapjaikat, a szabadidőket feltölteni, ami részben oktatás, részben edukációs tevékenység, de sokkal inkább egy biztos pont, egy horgon lehet a számukra a mindennapokban ahhoz, hogy a szülőföldön való boldogulásukat megtalálják. Civilek, társadalmi kezdeményezések és az önszerveződések nélkül nehezen képzelhető el egy város élete, egy közösség élete, és szerintem úgy fogalmazott, hogy lehet a városvezető nélkül el tud működni a város, akár a civil szervezetek nélkül nem. Hogyha megengedik a polgármester, azért hozzáteszem, hogy szerintem a városvezetőkre is ugyanolyan szükség van, mint egy jó vezetőkre is, hála Istennek. Itt, Beregszászban, jó közegben van a város, és büszkét lehetünk arra, hogy a vezetőségünk a városban lehetünk. Ez azt gondolom meghatározza az itt lévő igazságot, a helyzetet és kilátásokat is. Visszakanyarodok mégis az első gondolatomhoz, hogy a legnagyobb kihívásokkal küzdik ma külhangba szakott honfitársaik, itt Kárpátalján, és a legnagyobb nehézségekkel szembenézzünk. És ezért is fontos az, minden anyagországbeli számára legyen az állatisztségesebb, egyszerű magánember, gondolkodó vagy munkásember, hogy mindig tudja azt, hogy van olyan része a magyarságnak, amelyiket ma a világon legjobban üldöz, legfeljebbis Európának ezen a helyen. Azok közé tartozik a magyar nemzetiség ma ebben a földrajzi és politikai értelemben a Európában, amit leginkább üldöznek, és aki már 100 éve szenvedi azt a sorsot, amiben részesülni kellett és részesül minden nap. Kevésen tudják ezt a világban, hisz ebben az úgymond politikai korrekt nyelvhasználatban és külpolitikai és diplomáciai asztalnál kevésbé hangzik az el, hogy hogyan lehetséges az, hogy van egy nagy sor, nagy múltú, nagy szenvedés történt, nagy kultúrájú népült Európa közepén, amelyiknek a külhangba szakadt tagjai azért, mert magyarok, hátrányban részesülik, és akkor most talán mindenünkkel igyekeztem nagyon finoman fogalmazni. Vagy az adott ország,
vagy nem a polgárai, őket úgy tekint, hogy talán célszerűen beolvasztani. Jobb lenne, hogyha az egységes nemzetközi szerűen. Mi Magyarországon úgy gondolkodunk, és azt mondom, hogy nem lehet más sorsunk, és nem lehet más erkölcsi alapállásunk, minden magyarért állunk, és minden honfitársunkért és nemzetársunkért mindenekkel tennünk, amit rajtunk mi. Azt gondolom, nem szükséges találni az önügyséletnek is beilleni, nem szabad ilyesmit tulajdonképpen mondani, azt gondolom, hogy a magyar kormány erejéhez mértem, ha lehető legtöbbet tesz a minden más kormányzathoz képest itt a magyarságért. Azt is tudjuk, hogy a segítség soha nem lehet elég, mert ha végiggondoljuk, hogy a világunk ezen a részén, Kárpátalján, milyen alapvető hiányosságok is vannak, akár az egészségükre, oktatásra, vannak nyelvhasználatra, érvényesülési lehetőségekre, amelyekkel együtt jár még az úgymond 21. század kihívása is, tehát az agyelszívás, a vállal, a jobb munka, jobb lehetőségek keresése is, tehát az együtt ezek a komplex folyamatok bizony az ellenhatnak, hogy a magyarságnak a megmaradása mégis hogyan fog alakulni. A magyarság megmaradása azt gondolom, hogy elsődleges célunk, és itt talán ide jutottam ehhez a közösségi térhez, hogy egy ilyen terek, az ilyen közösségi szerveződése és ezek a helyszínek viszont lehetővé teszik azt, hogy megmutassuk azt, hogy együtt többek vagyunk. Vagy ezt szokták mondani, bocsánat, hogy a futballról veszek példát, a csapat mindig több, mint 11 ember. Ha itt közösségképző erő van, már pedig az van, akár kis közösség, család, klub, vagy városvezetés, politikai pártok, a közösségképző erők, azok mindig a megtartó erőnek is a részesei, és hál' Istennek ez a közösségi tér is egy ilyen fontos pontja a magyarság megmaradásának és a kárpátaljai magyarság összeszerveződésének.